Következő hozzászóló Novák Előtt képviselő úr, a Mi Hazánk frakciójából, parancsoljon. Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, miközben a kormány állítása szerint olyan költségvetésünk lesz, mely garantálja Magyarország biztonságát és megvédi a családokat. Valójában csak díszszemle méretűek a honvédelmi beszerzések. Ukrajna támogatására bezzeg van 74 milliárd forint. A családok támogatására viszont 2024-ben 50 milliárd forinttal kevesebbet terveznek a 2023. évi keretösszegnél. Ráadásul az EU rekordnak minősülő magyar infláció miatt annyit sem ér. Tavaly szeptember óta folyamatosan csökkennek a reálkeresetek. A KSH adatai szerint a munkabér vásárló értéke 7 hónap alatt összesen 48%-kal csökkent. Az élelmiszer árak az EU-ban épp Magyarországon emelkedtek a legnagyobb mértékben. Matolcsy György szerint a magyar élelmiszeripar hátulról a második legkevésbé versenyképes az EU-ban Bulgária után. A magyar infláció tavaly november óta minden hónapban a legnagyobb az EU-ban. Még mindig 20% felett van, az EU-ban Észtország 13%-kal követ minket jóval alacsonyabb inflációval. Ha egy számjegyű is lesz év végére, amiről beszélnek a folyamatos propaganda keretében a valóság helyett, akkor is éves szinten 15-20%-os inflációról beszélhetünk. A kormány pedig, bár nem vallja be, de érdekelt az infláció növelésében, szándékosan gerjeszti azt, hiszen így minden állami támogatást, például az állami szféra béreit is elinflálhatják. A nyugdíjakon kívül szinte semmi nem infláció követő, hiába szorgalmazzuk azt. Például a gyermekek után járó családi adókedvezmény összege az MNB kimutatásai szerint már fele annyit sem ér, mint 2011-es bevezetésekor, hiszen elinflálódott. A kormány elhibázott gazdaságpolitikájának három fő bűne van. Egyrészt a koronavírusra hivatkozva végrehajtott, sok esetben kontraproduktív lezárások miatt rendült meg a gazdaság. Másrészt megterhelte a magyar nemzetgazdaságot a kormány által támogatott multinacionális cégek általi kiszipolyozásunk. Harmadrészt pedig az oroszok elleni embargó, amelyek évek óta tartanak, majd különféle Orbán Viktor által sem vétózott szankciók is felbecsülhetetlen károkat okoztak. Ez a bizonytalanság költségvetése, ami előttünk fekszik, amiben egy biztos pont van, a multik támogatása. Úgy tűnik, hogy a multinacionális cégek nem csak a munkatörvény könyvét diktálják tolba a kormánynak, hanem már az állami költségvetést is. Például a digitális techóriások, mint amilyen a Facebook vagy a Google, továbbra is mentesítést kapnak a reklámadó alól. Pedig a vállalatok 90%-a Magyarországon a KKV szektorhoz sorolhatóak. A munkaerőpiacon 10-ből 7 állást ezek a kis és középvállalások kínálnak, a GDP-nek pedig átlagosan 50%-át teszi ki ez a szegmens, mégsem kapnak akkora támogatást, például egy munkahelyre vetítve, mint a multik. Ne is álmodjanak róla. Vannak persze támogatott területek, például az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő jóvátétel emelkedik, tehát vég nélkül folyhatnak a holokauszt kárpótlások, hetedíziglen is, abszurd módon még mindig költségvetési tétel. A mohácsi vész nyomán miért nem fizetünk a leszármazottaknak? A pénzügyminisztériumban úgy tűnik, hogy megállt az idő, csak azt nem tudom, hogy 1947-ben, vagy úgy 2020 körül, hiszen például a Nemzeti Koronavírus Oltóanyaggyár megvalósítására is a 2023. évi költségvetésben 8,6 milliárd forint, a 2024. éviben ennek már csak nem a duplája, 16,2 milliárd forint van betervezve. Ez egészen elképesztő. Ráadásul 2021 végén a vakcinagyár ünnepélyes alapkő letételén Palkovics László azt mondta, hogy a debreceni gyárban 2022 végén megkezdődik a gyártás. Ehhez képest nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházás még mindig félkész állapotban van. Persze nem a gyár hiányzik nekem, hanem a pénz az államkasszába, az egészségügyre például, a várólisták felszámolására. És
Ha már források, akkor hadd idézzem a Mi Hazánk Mozgalom víradat programját, vagyonadót az oligarchákra. Ugyanis elszámoltatnánk az oligarchákat, de a sok esetben törvényesített politikus bűnözés miatt a közvagyon visszaszerzése csak a milliárdokra kivetett vagyonadó révén sikerülhet. Tehát, hogyha nem csak populista ígéreteket szeretnénk, hanem tényleges, radikális lépéseket, akkor erre igenis szükség van. A milliárdosok megadóztatása ráadásul azért is indokolt és igazságos, mert a társadalmi olló egyre jobban nyílik szét gazdagok és szegények között, a társadalmi mobilitás csökken, tehát szükség volna a milliárdosok nagyobb adójára, ahogy egyébként mondjuk a kaszinókére és a multicégekére is. És ha már forrás hiányok, akkor beszéljünk az örök fejfájást okozó EU problémakörével is. Az unióval kapcsolatban a fő kérdés, hogy tagok legyünk vagy szabadok. Alapvetően nem pénzkérdés, hogy az EU a belügyeinkbe egyre jobban beavatkozik, nemzeti önrendelkezésünket felszámolja, a nemzetek Európája helyett egy Európai Egyesült Államokká gyúrva össze az országokat. De egyre jobban gyarmatosít, kihasznál minket, ami már költségvetési kérdés is. Thomas Piketty, a híres francia közgazdász kiszámolta, hogy több profit megy ki Magyarországról nyugatra a multicégek által, mint amennyi uniós támogatás visszajön. Úgyhogy bár hivatkozhatnék Csat Magdolnára is, akit önök ugye leszavaztak itt az elmúlt hónapokban, viszont ha még egy ilyen baloldali sztárközgazdász is ezt mutatja ki, akkor azt gondolom, hogy ez mondhatjuk már, hogy vitán felül áll. Miniszterelnök úr is egyébként ezt elismerte. Bár a Mi Hazánk Mozgalom szerint nem lehet egyik napról, sőt egyik évről a másikra kilépni, de el kell készíteni az EU csatlakozásunk mérlegét, számba kell venni az egyéb lehetőségeket, kétoldalú gazdasági együttműködése, kiépítése más országokkal is, még sorolhatnánk ezeket a lehetőségeket. Az unión kívül is van élet, sőt, az unió után, az unió megszűnése után is fel kell készülni az unió utáni életre. A költségvetési tervezet 82. oldalának alján láthatjuk azt a közel 700 milliárd forintot, amit közvetlenül befizetnénk jövőre az Európai Uniónak. A Mi Hazánk Mozgalom azt javasolja, hogy ne fizessünk tagdíjat, amíg a nekünk járó támogatásokat nem kapjuk meg. Adjuk ezt a pénzt a pedagógusok béremelésére például. Ukrajna magyar pénzügyi támogatása is elfogadhatatlan. A március 16-ai kormányhatározat szerint 74 milliárd forinttal támogatjuk az unión keresztül a magyar ellenes ukránokat, illetve az EU-n keresztül vétó helyett asszisztálásunkkal folyik például a lőszer támogatás is. A harckocsik működését biztosító üzemanyaggal is támogatja az ukránok háborúját Magyarország közvetlenül is. Az ukrán olajfinomítókat és tárolókat ugyebár nyáron megsemmisítették az oroszok, azóta külföldről látják el Ukrajna hadseregét üzemanyaggal, jó részt egyébként magyar gázolajjal. Tisztelt államtitkár úr, fideszes képviselőktől azt hallottam önről, hogy ha önt elüti a villamos, akkor Magyarországnak nem lesz költségvetése. Ezen a befolyásos szerepén, ezt figyelembe véve, én felkerestem önt úgy 2016 környékén egy lobbival, hogy kimerje mondani végre a kormány, és mondja ki a kormány, hogy Magyarország legnagyobb problémája a katasztrofális demográfiai helyzet. Ne közhelyszerűen azt mondjuk, hogy az egyik legsúlyosabb probléma, mert ezt nagyon sok mindenre el lehet mondani. Kimerje mondani stratégiailag a kormány, hogy a demográfiai katasztrofális helyzet az, ami a legsúlyosabb, mert emiatt nem csak például kisebbségé válhatunk a saját hazánkban, akár még e században is, hogyha mondjuk a cigányság népesség robbanására, vagy az önök által immár migráns import törvénnyel is betelepíteni szándékozott külföldi vendégmunkásokra gondolunk, de az egész államháztartás összeomlása is fenyeget egy ilyen előregedő társadalomban. Éppen ezért ezt ki kellene mondani, de sajnos ezt nem látom. Azóta sem. Tudom, hogy ön államtitkár úr szívén viseli tartalékos honvédként a haderőfejlesztés mellett a demográfiai fordulatot is, de valahogy mégsem látjuk ennek az eredményét. A családok támogatására 2024-ben 50 milliárd forinttal kevesebbet terveznek a 2023. évi keretösszegnél, ráadásul a hatalmas infláció miatt annyit sem ér.
Bérlakásépítési program indítása helyett, ami nagyon régóta ciklusokon átívelően, balliberális kormányokon is átívelően várat magára, most a lakástámogatások előirányzatát a felére csökkentik, 383 milliárd forintról 181 milliárd forintra. Ott tartunk, hogy nagycsaládosnak lenni nagyobb szegénységi kockázat, mint nyugdíjasnak. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom infláció követő családtámogatási rendszert szolgalmaz, legalább a nyugdíjakhoz hasonlóan, valamint a gyermekneveléshez szükséges cikkek világrekord áfájának eltörlését, illetve a főállású szülőség bevezetését, a cigánykérdést is szem előtt tartó garanciákkal persze. Matolcsi György jegybank elnök szerint is visszaesés indult 2016-ban, ezért egy demográfia 2.0 kormányprogramot szorgalmazott válaszában, amikor kérdeztem arról a tarthatatlan helyzetről, amit például az MNB egy tavalyi kimutatásában, közvetlenül a választások után, sajnos nem előtte láthattunk, miszerint a két gyermeket felnevelt nők 15, míg a három gyermeket felnevelt nők 20%-kal alacsonyabb nyugdíjban részesülnek, mint gyermektelen kortársaik. Hát micsoda társadalmi igazságtalanság ez? Pedig a nyugdíjrendszer igazságosabbá tétele a gyermekvállalás elismerésével lehetséges volna, amit már Fekete Gyula és sokan szorgalmaztak itt évtizedeken keresztül, hiába, mi is sajnos, hiába egyelőre. Ez pedig hozzájárulhatna az egészséges és szükséges demográfiai fordulathoz. Évente mintegy 20 000-rel több újszülött kellene, Matolcsi György jegybankelnök nyilatkozata szerint is, tehát államháztartási szempontból is. Azonban a családtámogatások értéke csökken, nem elégséges az MNB számításai szerint sem. Eszerint három gyermek felnevelése még a kétségkívül nemzetközi összehasonlításban bőkező hazai családtámogatási rendszerben is jelentős többletköltség, hiszen például három gyermek felnevelésének várható költség az átlagos kiadás az MNB becslése szerint 86 millió forint, míg az állami pénzügyi támogatás 54 millió forint. Három gyermek felnevelésének költségéről, várható költségéről, becsült költségéről, átlagos költségéről beszélünk. 86 millió forintból 54-et biztosít csak az állam. Tehát nem elégséges ráfizetés, mondhatjuk természetesen, ha költségvetési szempontból, családi költségvetési szempontból vizsgálja ezt valaki. Márpedig most költségvetési vita van, és minden gyermek közkincs is, államháztartási szempontból is, nemzetstratégiai szempontból is. Ez azonban nem tükröződik vissza a költségvetésben. A KSH azt is kimutatta, hogy a három gyermek után járó családi adóalap kedvezmény havi összege már csak fele annyit ér az átlagbérhez viszonyítva, mint a bevezetésekor. Hát bocsánat, ez egy még a nagy inflációs ugrás előtti tavaly nyári, tavaszi, május környéki MNB elemzésben köszönt vissza ez a KSH adat. Tehát ma már fele annyit sem ér a három gyermek után járó 99 ezer forintos családi kedvezmény, ami ugye lényegében a legfőbb pillére talán, a legnagyobb büszkesége a kormányzatnak, 2011-ben még az is lehetett, ezt nem vitatom, a családi politika terén. Viszont elinflálódott. Elinflálták ezt is, és ez tovább süllyed, és értéktelenedik el. És így vállaljon valaki gyermeket, így tervezzen családot valaki évtizedekre előre. A jegybank elnök szerint, amit ebben a, itt az országgyűlésben zajlott, hát nem is mondom, hogy vitánkban, hiszen a kormány kritikában pikáns módon egyetértés volt a jegybank elnök és köztem. Ő azt mondta, hogy Magyarország 2010-ben jól indult el, viszont sajnos csak az út felét sikerült megtenni, ami a demográfiai fordulatot, változást illeti. Hát fordulat közelébe sem értünk, hiszen, ahogy ő is mondta, 2016 óta a dinamika csökken, és tavaly már csak a demográfiai mélypontnak minősülő 88 ezer gyerek született meg, ezért egy új demográfiai kormányprogramot szorgalmazott. Ezt azonban most sem látjuk. A Mi Hazánk Mozgalom virradat programjában infláció követő családtámogatási rendszer szerepel a kiszámítható és tervezhető jövő érdekében. Jó volna egyébként, ha a kormánynak is lenne programja, ha választásokon nem is indulhatna el olyan párt, amely nem tesz le egy számon, akár bíróságon is számon kérhető programot, hiszen ahogy rágalmazásért, becsületsértésért is lehet számon kérni mondjuk médiumokat bíróságon, vagy más személyeket, úgy azt gondolom, ígéret szegésért, hazugságért is jó esetben számon lehetne kérni a kormány, de hogy még csak ígéret sincs, még program sincs, ide jutottunk, ez valahol a magyar politika, elsősorban a Fidesz szégyene, hogy nem vállalják a miniszterelnök jelölti, és így ezáltal többnyire a képviselő jelölti vitákat sem.
Minden esetre a gyermekneveléshez szükséges termékek áfájának eltörlése mellett szorgalmazzuk a főállású szülőség bevezetését, mivel jelenleg csak a 15 éve változatlanul és méltatlanul kevés 28.500 forint jár annak, aki életét hivatásszerűen több gyermek nevelésének szeretné szentelni. A főállású szülőség támogatásához persze megfelelő garanciákat szabnánk, iskolai végzettséget, korábbi tartós munkaviszonyt és büntetlen előéletet követelne meg a Mi Hazánk mozgalom. Tisztelt Országgyűlés, támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely növeli hazánk védelmi képességeit, így támogatjuk a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot is. Ugyanakkor építő jellegű kritikát kell megfogalmazzak a program kapcsán, amely beszerzési programjait túl kis volumenűnek ítéljük meg. Például a 2025-ig beszerezni tervezett egy zászlóanyi Leopard 2A7 Hu harckocsi nemigen tartaná vissza az ukránokat egy támadástól. Bizony, hazánk számára a legfőbb biztonsági kihívás 2014-2015 óta a soviniszta Ukrajna jelenti, amely az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. Az elmúlt néhány évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés érte Magyarországot, sőt, két évvel ezelőtt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták. Fennáll a veszély, hogy Ukrajna fennmaradása esetén a nyugat által felfegyverzett ukrán haderő a kárpátaljai magyarságon és Magyarországon vesz elégtételt a háborús kudarc miatt. Sajnos a magyar fegyveres erők gyengesége könnyű célponttá teszi hazánkat, és az is felettébb kétséges, hogy szövetségesei a vonakodó csatlós segítségére sietnének. Pedig a Trianonban megnyomorított Magyarország a haderőfejlesztésre vonatkozó korlátozások 1938-as eltörlése után a tengelyhatalmak harmadik legnagyobb páncélos jármű gyártókapacitását építette ki, mindössze néhány év alatt. A szinte nulláról induló magyar hadipar mintegy 950 darab páncélost gyártott le 1944 őszéig, például a magyar fejlesztésű Turán harckocsiból 470 darab készült. Sajnos a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program a beszerzési mennyiségek tekintetében inkább csak díszemle méretűek, azok például egy ukrán támadás nem igen tartanának vissza. Például a sokat emlegetett Leopard tankunk mindössze 12 darab van jelenleg, vessük össze ezt a hajdanán 470 darab Turánnal. Értik már, hogy miért szoktunk mi a Horthy korszakra is, mint egy gazdaságpolitikai példára is hivatkozni, vagy kultúrpolitikailag is micsoda nyüzsgés-pesgés volt azok alatt az évtizedek alatt, amit összehasonlítunk az elmúlt évtizedek politikájával. Hát nem csoda, hogy szoborért kiállt, Horthy szoborért természetesen, így a kormányzó születésének 155. évfordulója felé közeledve, amikor itt a Felsőházban egy ünnepi ülést fogunk tartani a vitézi renddel közösen most vasárnap, akkor azt gondolom fejet kell hajtsunk utolsó kormányzónk emléke és példája előtt. A Mi Hazánk mozgalom a magyar felségjelzésű, Ukrajnába is fegyvert szállító külföldi megszállások kiszolgálására specializált C-17-es óriás szállító repülőgép programban való részvételünk és hasonlók beszerzése helyett honvédelmi célú beruházásokat javasol. Például a viszonylag gyorsan, olcsón és nagy számban szállítani képes török hadipari cégektől a könnyű páncélos járművek mellett érdemes volna lenne egyéb haditechnikai eszközök beszerzését, esetleg licenciáltatását is fontolóra venni. Tisztelt Országgyűlés, mire számíthatunk most, amikor konstruktivitásunk jegyében igyekszünk ráirányítani a figyelmet a problémákra, és építő jellegű módosító javaslatokat is benyújtunk. Megtettük ezt korábban is. Tavaly 437 módosító javaslat érkezett a költségvetéshez, és hányat fogadtak el ebből? Nullát. Egyetlen egyet sem. Persze mindet ellenzéki képviselők
nyújtották be. Egyetlen egyet sem fogadtak el, pedig voltak kisebb, nagyobb, azt gondolom sok építő jellegű módosító javaslat. Több tucat ellenzéki képviselő próbálkozott jobbítani, sokan legjobb lelkiismeretük szerint, de hogy ezek közül semmi megfontolható, elfogadható nem volt, és ezek után nem szégyellik a nemzeti együttműködés rendszerének nevezni azt, amely még az egybetűs helyesírási módosító javaslatomat is leszavazta. Mert igen, a helyesírás legfrissebb szabályzata szerint az észszerű szó helyesírása változott egy betűben, de még ezt a módosító javaslatomat is képesek voltak leszavazni. Ez azt mutatja, hogy nagyon nagy cinizmus a nemzeti együttműködés rendszerének hívni azt, ahol leszavaznak 437 módosító javaslatból 437-et. És eközben tapasztaljuk azt, és bizony a parlamenti menzán sorbanállás közben volt olyan fideszes képviselő, aki a korábbi években panaszkodott nekem, hogy milyen jó nekünk ellenzéki képviselőknek, mert mi legalább felszólalhatunk szűkebb pátriánk, vagy bármilyen szívügyünk érdekében, ők viszont nem nyújthatnak be például egy módosító javaslatot, ha csak Rogán Antal a belvárosból jóvá nem hagyja azt, vagy hát újabban Kocsis Máté a frakció vezető. Tehát ők így nem is szólalhatnak föl lényegében az van az ügyben, amit szeretnének. Milyen ciki volna, hogy nekik is leszavaznák a módosító javaslatukat, amit ki tudja, hogy honnan vagy mely multicégek diktálnak. És hát e tekintetben egyébként valóban nekünk ellenzéki képviselőnek lehet, hogy nagyobb befolyásunk van, mint azoknak a kormánypárti képviselőknek, akik itt csak egyfajta pohárköszöntőt mondhatnak vita helyett, holott elvileg a napirendi pont címe az, hogy általános vita. Ehhez képest látjuk itt jellemzően azokat a köszöntő beszédeket, üdvözlő beszédeket, amelyet a Rákosi korszakból is megirigyelhettek volna. Most viszont vitának van helye, és ezért nyújtunk be módosító javaslatokat, mert elvileg a napirendi pont címe az az, hogy általános vita zajlik. Ezért nyújtunk be különböző módosító javaslatokat, ahogy benyújtottunk tavaly is, és valóban el tudunk érni mi ezekkel a módosító javaslatokkal is kisebb, nagyobb, hát inkább csak kisebb sikereket, azért szerényen fogalmazunk így, hiszen például amikor tavaly hazánk első nemzetközi repülőtere, a budaörsi repülőtér melletti út felújítására javasoltam 100 millió forintot elkülöníteni, hiszen például a Magyar Honvédség országos haditechnikai bemutatóját is rendkívül méltatlan állapotú úton lehetett csak megközelíteni, akkor bár ahogy említettem, ezt a módosító javaslatomat is lesöpörték, amit az idei költségvetéshez nyújtottam be tavaly, de mégis az elmúlt hónapokban megvalósulhatott ennek az útnak a felújítása, tehát azt gondolom, hogy sikerül rávilágítanunk a méltatlan ügyekre a figyelmet, úgyhogy ezen felbuzdulva idén a Ferihegyi repülőtérre vezető út felújítását javasolnám és kérném nagy tisztelettel, hiszen akárcsak az ország imázs jegyében lássuk be, hogy rendkívül méltatlan az, amit így szinte elsőként látnak Magyarországból az ide repülővel látogatók. Természetesen a korábbi években is voltak erre példák, hogy amit benyújtunk, az nem sokkal később megvalósulhat. Az ezt megelőző költségvetési vita számomra 2016-ban volt, hiszen akkor én a Jobbik köpönyek forgatása miatt lemondtam a mandátumomról, de még a költségvetési vitában részt vettem. Egyik utolsó költségvetési módosító javaslatom például a legnépesebb kerület, Újbuda egyik jelképének számító, a Feneketlen tó melletti Szent Imre templom felújítását, homlokzati felújítását javasoltam, amit persze ugyanúgy de egy-két hónap múlva szintén kiállt Lázár János egy kormányinfon, és bejelentették, hogy támogatják az újbudai Szent Imre templom felújítását. Tehát én azt gondolom, hogy nem értelmetlen ezeket a módosító javaslatokat benyújtani, még akkor is, hogyha a kormánypárti képviselők ezeket mind le is szavazzák. Legyen szó akár például ebben az esetben újbudai kormánypárti képviselőről is, amely szintén leszavazta ezt rendkívül méltatlan módon. Tisztelt országgyűlés! Mire számíthatunk tehát idén? Arra, hogy a Mi Hazánk mozgalom a költségvetéshez ismét benyújtja az építő szándékú módosító javaslatait, hiszen számos tekintetben gyökeres változásra van szükség a szebb jövő érdekében. Köszönöm figyelmüket! Felszólalásra jelentkezett Banai Péter államtitkár úr. Soron kívül szólt adok, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnézést kérek, köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, 5 pontban reagálnék képviselő úr által elmondottakra. Az első pont, jól értettem képviselő úr, a gazdasági nehézségek okaként a kormányzást jelölte, vagy a kormányzást is megjelölte. Azért szerintem, ha megnézzük a nemzetközi statisztikákat, akkor az alapján egyértelműen látszik, hogy a Covid volt elsődlegesen 2020-ban
ami a magyar gazdaság növekedését megakasztotta. Nem magyar specialitásról beszélünk, hanem a világgazdaságon egy akkora sebet ütött ez a Covid, mint ami nagyobb volt a 2008-9-es gazdasági visszaesésnél, majd ezt követően az orosz-ukrán háború, ami visszavetette egész Európa gazdasági fejlődését is, a magyar gazdaság teljesítményét is. Ezek mellett célszerű azt értékelni, hogy a magyar gazdaság felzárkózása az Európai Unió átlagához Covid ideje alatt is megvalósult, és abban bízunk, hogy az idejében is pozitív tartományban marad a növekedés, és a jövő évi tervezett 4%-os gazdasági növekedés pedig szintén az unió átlagához képest egy nagyobb növekedés lesz. Másik pont az infláció. Itt képviselő úrnak volt egy olyan mondata, hogy az állam érdekelt az infláció növelésében, mert hogy ezáltal több bevétele lesz, míg a kiadási oldalon csak a nyugdíjak inflációhoz kötöttek. Ezt az állítást engedje meg képviselő, hogy határozottan cáfoljon. Tehát az államnak kifejezetten nem érdekel a magas infláció. Két okból is. Egyrésztről látjuk, hogy az infláció megöli a gazdasági növekedést. Hát az ember bemegy a boltba, látja az árak változását, akkor kevesebbet fog vásárolni. Mást vásárol, belső fogyasztást visszaveti. Az összes statisztikai adat, mind a világgazdasági folyamatokból, más országból, mind Magyarországról ezt támasztja alá. Tehát az első negatív következménye a magas inflációnak az a gazdasági növekedésen keresztül, és ezáltal az alacsonyabb adóbevételeken keresztül jelentkezik. De ami a közvetlen kapcsolatot érinti, ott is vitatkoznom kell képviselő úrral. Elég, ha megnézzük az elmúlt hónapoknak az adatait. Kiadási oldalon nem csak a nyugdíjak inflációhoz kötöttek, és azért szerintem az egy érték, hogy bármilyen helyzet van, az a nyugdíjak minimum megőrzik a reálértéküket, hanem bizony az állam kamatkiadása is erőteljes kapcsolatot mutatnak az inflációs szinttel. Tehát a közvetlen költségvetési hatásoknál is látjuk, hogy az inflációhoz kapcsolódó bevételi többletet meghaladják az inflációhoz kapcsolódó közvetlen kiadási többletek. Egyébként, hogyha képviselő úrnak igaza lenne, tehát az államnak érdeke lenne az infláció magas mértéke, akkor nem lennének intézkedések az infláció letörése érdekében. Hát nézzük meg Európában, hogy más országok milyen lépéseket hoztak. Én azt gondolom, hogy a most élesülő online árfigyelő rendszer, vagy például a nemrég bevezetett kötelező akciózás, nem beszélve azokra az intézkedésekre, amiket régóta használunk, lásd a rezsicsökkentés, pont azt célozzák, hogy az infláció ismét egy tolerálható szintet érjen el. Tehát ismétlem, az infláció nem érdeke a költségvetésnek, ezért is, és a lakosság védelmében is hozta meg azokat az infláció csökkentő intézkedéseket a kormányzat, amelyekről az elmúlt hetekben sok szó volt. A harmadik pont az EU költségvetéshez való hozzájárulást érinti. De tegnapi napon alelnök asszony is felvetette annak a lehetőségét, most képviselő is felvetette annak a lehetőségét, hogy ezt a közel 700 milliárd forintos nemzeti hozzájárulást ne fizessük be, mindaddig, amíg nem kapjuk meg az összes Európai Uniós forrást. Itt két dologra azért érdemes felhívni a figyelmet. Az első az, hogy az Európai Uniós szabályok szerint, ha valamely tagállam nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor azonnal büntető kamatot lehet az adott országra kiróni. Ez a jogi rész, és a második, szintén jogi, de húsba vágó kérdés, hogyha nem teljesíti egy ország a befizetési kötelezettségét, akkor az Európai Bizottság az országnak jutó és átutalandó forrásokból ezt levonhatja. És itt azt tisztáznunk kell, hogy az Európai Bizottsággal nem az összes Európai Uniós forrás tekintetében van vitánk. Például az agrártámogatások tekintetében semmilyen vita nincs. Ha magunk elé vesszük a jövő évi költségvetési javaslatot, akkor azt látjuk, hogy közvetlen agrártámogatások, ez döntően a gazdáknak a földalapú kifizetése, az 627 milliárd forintot tesz ki. Tehát ezen kívül élelmiszerárak. Hát hatékonyság növelésre igenis rendelkezésre állnak uniós források. Semmilyen vita nincs az Európai Bizottsággal, a bizottság jóvá hagyta és folyósítja az új időszak vidékfejlesztési forrásait. Tehát visszakanyarodva az inflációra, hogyha az élelmiszer inflációt azzal is le akarjuk törni, hogy a magyar élelmiszer szektornak a hatékonyságát akarjuk növelni, versenyképességét akarjuk növelni, akkor föl kell használjuk a vidékfejlesztési forrásokat. Ugye Magyarország egyedülálló módon radikálisan megemelte a uniós vidékfejlesztési forrásokhoz kapcsolódó nemzeti finanszírozás arányát 80%-ra,
De hogyha az Európai Unió költségvetése felé nem teljesítenénk a befizetési kötelezettséget, akkor a gazdák a föld alapú támogatást nem kapnák meg, nem kaphatnák meg, és a vidékfejlesztési programunkat sem tudnánk finanszírozni. Tehát per pillanat a magyar gazdaság azért összességében több uniós forrás kap, mint amennyi befizetést teljesít. A zavartalanul érkező uniós forrásoknak a folyósítását veszélyeztetné az a javaslat, amelyet képviselő úr megfogalmazott. Itt azért azt is meg kell említsem, hogy az egy örömteli rész, hogy a magyar befizetés növekszik, mert az azt mutatja, hogy a magyar gazdaság teljesítménye növekszik. Ezen is látszódik az, hogy tavalyi év végével a magyar gazdaság fejlettségi szintje az Európai Unió átlagához képest közel 78% volt. Ez 66% környékén volt még 2010-ben. És hogy visszautaljak Dávid Ferenc képviselő úr felszólalására, tehát a kormány azzal számol, hogy a Magyarországnak járó összes uniós forrást meg fogjuk kapni. Tehát mi a megoldást nem abban látjuk, hogy újabb, hogy mondjam, nehezen védhető frontvonalakat nyitunk, hanem abban, hogy a meglévő konfliktusokat zárjuk le, ott határozott magyar érdekképviselettel rábírjuk az uniós szerveket, hogy minden úgy egyes eurócentet, ami Magyarországnak jár, azt mielőbb megkapjuk. Negyedik pont, családtámogatás. Én azzal egyetértek, hogy közép-hosszú távon a legfontosabb nemzetstratégiai kérdés nem csak társadalompolitikailag, hanem gazdaságilag is a demográfiai folyamatoknak megváltoztatása, illetőleg azért a látott kedvező trend, 2010 után látott kedvező trendnek a továbbvitele. Hogy milyen eszközöket használunk ezen cél elérése érdekében, azért megint szerintem objektívaknak kell lennünk. Való igaz, hogy a családtámogatási rendszer változik. Vannak olyan elek, amelyek bekerülnek, vannak, amelyek kikerülnek. A képviselő úr most arra hívta fel a figyelmet, hogy az otthonfelújítási program az tavaly évvégével kifutott. Azt is tegyük mellé, hogy pont az említett európai uniós forrásokból a magánszektor, a családok energiahatékonysági beruházásait is szeretnénk támogatni azokból az uniós forrásokból, amelyek Magyarországnak járnak. Tehát vannak programelemek, amik kifutnak, vannak, amik belépnek. Csak nemzeti finanszírozású elemeket mondjak, 30 év alatti édesanyáknak az SZIA kedvezménye. Ha 30 év alatt vállalnak a hölgyek gyermeket, akkor nagyobb esélye annak, hogy több gyermek születik a családban. Tehát kérem, hogy ezt is értékeljék, és a nemzetközi kitekintés azért mégiscsak azt mutatja, hogy az a 2024-es családpolitikai terv, amelyet a jövő évi költségvetés tervezete tartalmaz, európai összevetésben a leggazdagabb, legtágabb és GDP arányosan a legnagyobb támogatást mutató családpolitikai rendszer. Tehát ezt azért megfontolásra javaslom minden képviselőnek, hogy vegye figyelembe, amikor a jövő évi költségvetésről dönt. És végül hadipar, haderőfejlesztés. A képviselő úr tudja, hogy a jövő évi költségvetési tervezet számai alapján 2%-ot meghaladja a honvédelmi kiadásoknak az összege, és ebben a honvédelmi kiadás összegben nincsen benne a védelem iparra szánt források összege. Tehát amikor képviselő úr arról beszél, hogy nem egyszerűen a haderőt kell fejleszteni, hanem ezt össze kell kapcsolni egy gazdaságfejlesztési programmal, akkor nyitott kapukat dönget. Ismétlem, az említett 2%-nál nagyobb összegben nincsenek benne a védelemipari kiadások, azokat a Honvédelmi Minisztérium fejezetében találja meg képviselő úr, védelmiipari feladatokra, kapacitástámogatásra, az innovációs, védelmi innovációs kutatóintézet non-profit ZRT támogatására külön erően ez a szerepe, hogy innováció is legyen a magyar gazdaságban, és több mint 95 milliárd forint, pedig kifejezetten a védelemipari beruházásokkal foglalkozó cégeknek a finanszírozását szolgálja a jövő évben. Hogy konkrétumokat mondjak, nem egyszerűen arról beszélünk, hogy ma a Magyar Honvédségnek vagy egyéb rendvédelmi szerveknek mondjuk a pisztoly, gépfegyver beszerzését külföldről vásároljuk, Kiskunfélegyházán létrehoztunk egy gyárat. Zalaegerszegen egy nagyon komoly fejlesztés keretében komoly fejlesztés is, meg az eszköz is, ami előállításra kerül. Ismét egy folyamatban lévő beruházásról beszélünk, és további helyszíneket tudnék mondani, ahol védelemipar fejlesztése valósul meg. Tehát mindennek jegyében én azt gondolom, hogy az előttünk álló kihívások mellett, tehát családpolitikai kihívások mellett, védelemiparunk megerősítése mellett, azért látni kell, hogy pont ez a kormány az, amely az ön által kritizált területeken
legyen szó akár családpolitikáról, akár honvédelemről, érdemi lépéseket tett, és kíván tenni, amennyiben az országgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot. Köszönöm szépen!